Néhány perc alatt óriási dugó alakult ki a hétfő délutáni csúcsforgalomban egy metrópótlóbusz és egy baleset miatt Újpest belvárosában. Nem csak az autósok, a BKV utasok is bosszankodtak. Először leállították a 3-as metrót, mert füstölni kezdett az egyik szerelvény az újpesti végállomáson. Emiatt órákig metrópótlóbuszokkal szállították az utasokat az Árpád híd és Újpest városkapu között. A metrón egyébként műszaki hiba okozta a füstöt, tűz nem volt. Az egyik metrópótlóbusz azonban néhány perc alatt óriási káoszt okozott Újpest központjában. A zsúfolt csuklós busz nem tudott visszafordulni a városháza előtt, gyakorlatilag ellalakban elakadt, onnan se előre, se hátra nem tudott mozdulni. Így az autósok és a villamosok sem tudtak közlekedni a befelé vezető oldalon. A busz végül forgalomirányítók segítségével tudott elindulni, de csak miután leszállították az utasokat. Ez alatt néhány méterrel odébb a Lőrinc utcánál elsodort egy autós egy gyalogost, épp a síneken, így a villamos forgalom a másik irányba megbénult, körülbelül egy órán át nem jártak a szerelvények.